Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Nyílt nap, ismét ovisokat vártak a Rákócziban. Baleset, kerékpárost gázoltak a 11-es úton. Kézi döntetlennel indított az NKE. Fontos döntés a családok életében az iskola választás, ezért igyekeznek megkönnyíteni az intézmények az óvodásoknak és szüleiknek. Február 11-én a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium testnevelés tagozatával ismerkedhettek a nyílt napon az érdeklődők. Óvodásból iskolássá válni nem könnyű feladat, sem a kicsiknek, sem a szülőknek, mert sok minden múlik az alapokon, ami meghatározza a gyerekek későbbi tanulmányait is. Február 11-én a sporttagozattal ismerkedhetett meg a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban a család minden tagja. Ez most már a második nyílt napunk, novemberben tartottunk egy első alkalmat, akkor ilyen kézműves foglalkozásokat tartottunk a gyerekeknek. A mai napunk a sport jegyében telik, mert hogy a mi iskolánkban kiemelt szerepet kap a sport, a testnevelés. Ezért úgy gondoltuk, hogy a mai nap lehetőséget biztosítunk a leendő elsősöknek, hogy kipróbálják a tornatermet, itt egy kölyök atlétika pályát építettünk nekik, illetve aki hozott fürdőruhát, lehetőség lesz a tanúszodánkat is kipróbálni. Régen igazából az volt a fontos, hogy magasabb óraszámban tanulták, most már ugye azzal, hogy országosan minden évfolyamon bevezették a heti 5 testnevelés órát, így plusz órát ez nem jelent. Viszont első osztálytól kezdve testnevelő szaktanárok foglalkoznak a kis elsősökkel, és így módon ennek megfelelően tudják a képzésüket biztosítani, magasabb elvárások is vannak velük szembe, illetve hát előkészítenek sportágakat, elsősorban a kézilabdának ágyazunk meg, szivacs kézilabdát beépítjük már a testnevelés órák keretébe is, de természetesen más sportágot is választhatnak a diákok. Itt helyben is lehetőségük van, a Farkasvár Diák Sport Egyesület keretében több sportágat is kipróbálhatnak edzés formájában is a gyerekek, úgyhogy ez a plusz az, amit nekik tudunk adni. A testnevelés tagozatra egy képességfelmérésen kell a gyerekeknek részt venni, ahol megnézzük az ügyességüket. Semmi extrát nem várunk tőlük, némi egyensúlyérzék, labdához való viszonyukat próbálják itt a kollégák felmérni, hogy abban az esetben, amennyiben többen jelentkeznek, mint ahány helyet biztosítani tudunk, akkor ezen szempontok alapján tudunk választani közülük. Ez március 10-én lesz majd délután 4 órától, annyit kérünk a szülőkhöz, hogy a szülőktől, hogy aki erre a testnevelés tagozatra szeretné a gyermekét hozni, előtte az iskolánk honlapján regisztráljon erre a képességfelmérésre, ez március 1-e és 9-e között lehet majd regisztrálni, és 10-én várjuk őket egy játékos kis képességfelmérésre. Szentendrét is felosztották körzetekre, ez ugye azt jelenti, hogy a körzet szerinti gyerekeket köteles minden iskola fogadni, de azért a szülők nem minden esetben a körzetes iskolát választják, és az elmúlt évek tapasztalata az, hogy azért nagyon nagy arányban sikerül minden kisgyereknek abba az iskolába kerülni, amit számára a szülő legalkalmasabbnak tart. Én mindig hiszem azt, és vallom azt, hogy nincsen jó iskola, meg rossz iskola, azt az iskolát kell megtalálni minden szülőnek, és ez egy nagyon nagy felelősség, ami az ő gyerekének igazából passzol, ahol az ő gyereke jól érzi magát, és ezért fontos, hogy ezeken a nyílt napokon a kicsi gyerekek is tapasztalatokat szerezzenek, szívesen jön-e ide, vagy másik iskolában, ahol szintén lehetőséget biztosítanak erre, hogyan viszonyul a leendő tanítónénihez, szimpatikus-e neki, mert bár nem a kisgyerek dönt, de azért fontos az ő érzése, mert akkor tud kiteljesedni, ha olyan helyen van, ahol jól érzi magát. Közeledik a beiratkozás időpontja, április, amikor el kell döntenie minden érintett szülőnek, hogy gyermekük hol kezdje meg iskolai tanulmányait. Nagy segítséget nyújtanak ehhez az iskolák nyílt napjaikkal, amikor közelebbről ismerkedhetnek meg az intézmény életével, a tanítókkal a családok.
A beiratkozás április 2. felébe lesz, hogy pontosan melyik napon ezt még nem tudjuk, a kormányhivatal jelöli ki, márciusban fog ez kiderülni, hogy melyik napot jelöli ki beiratkozásra. Ekkor egy nagyon fontos információ az, hogy minden szülő abba az iskolába menjen el beiratkozni, ahova szeretné, hogy járjon a gyermeke. Amennyiben abban az iskolában nem körzetes, akkor nyilván attól függ, hogy föl tudják-e venni, vagy föl tudjuk-e venni, hogy a körzetes gyerekek iránti kötelességünket, vagy kötelezettségünket el kell látni. A beiratkozás során minden esetben vinni kell a gyerek iskola érettségi szakvéleményét, lakcímkártyát, ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis Szentendrére csak szentendrei lakcímmel rendelkező gyerekeket lehet iskolába beiratni, mert hál' Istennek sok gyerek van Szentendrén, és ezen kívül tulajdonképpen a gyerek tajkártyát, személyes dolgait kérik a beiratkozásnál, de ezt a beiratkozási felhíváson mindig közzétesszük, hogy milyen okmányokat kell a beiratkozáskor vinni. Én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb információk, a szülők ezt már nagyon várják. Az óvodákban erről tájékoztatást kapnak, mármint a beiratkozás időpontjáról, illetve hát érdemes az iskolák, így a mi iskolánk honlapját is követni, ahol minden friss hír megtalálható. Azt tudom, hogy az én kollégáim az elmúlt 2 hétben járták az óvodákat, ahova meghívást kaptak, minden óvodába elmentek az ottani szülőértekezletekre bemutatkozni, és néhány szót szólni arról, hogy nálunk mi az elsődleges, mik élveznek prioritást, mik a nevelési szempontjaink, és ott is lehetősége nyílt a szülőknek arra, hogy megismerjék a leendő tanítónőket. Akadt olyan család, akinek nem volt kérdés az iskola, hiszen korábbi tapasztalatokra, élményekre tudtak hagyatkozni. Fontos, hogy ne csak a szülő, de a gyermeke is részt vegyen a bemutatkozó napokon. Nagyon tudatosan készül már az iskolára. Igazság szerint olyan szempontok alapján választottunk, hogy az én kedves keresztanyám hitt a tanít a Rákóczyba, és most szeptemberben lesz elsős. És mindenképpen szeretném hozzá vinni a lányomat, úgyhogy... Akkor ez valamiféle alma mater is? Igen. Mit tudnak az iskolában? Hát én is ide jártam, a testvérem is ide járt iskolában, édesanyám is tanított. Az iskolát is mindenképpen tudom. Hát az, hogy az iskola mi lesz ideális, az meg mondjuk el, de ide szerintem jó, hogy választás. Mennyire várod az iskolát? Nagyon. Készülgetsz már füzetek, táskák kiválasztásával? Igen. A februári időpontban az iskola testnevelés tagozata mutatkozott be. Azok a gyerekek, akik itt szeretnének tanulni, előzetes regisztráció után március 10-én képességfelmérésen vesznek részt. Úgyhogy szerencsére még az ellátottság az iskolában az a szerencsére szüleink is van, úgyhogy így az alsó tagozatban az úszás, mint tantár szerepel a órában. A sporttagozatosok heti 2-szer úsznak, a normál tagozatosok heti 3 úszás van, ez a mindennapos testnevelésnek az óráit veszi el, illetve azt veszi át. Főleg az a célunk, hogy a 4. év végére a 4 úszás nemet viszonylag jó technikával már tudják a gyerekek, de ez a szerencsére 1. év, 2. év végére már teljes biztonsággal tudnak úszni, úgyhogy strandra nyárra nyugodtan bátran mehetnek a gyerekek. Sok ismerőssel, baráttal is találkozhattak a kicsik, akiknek elnyerte tetszését a tornateremben tartott bemutató. Voltak, akik bár más iskolát választottak, a szombati alkalmat nem szerették volna kihagyni. Közúti közlekedési baleset történt 2017. február 11-én 18 óra 56 perckor a 11-es számú főúton Visegrád külterületén. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépjármű elgázolt egy a főúton közlekedő kerékpárost. A baleset következtében a biciklis a helyszínen életét vesztette. A helyszíni szemle idejére az utat teljes szélességében lezárták, olvasható a polisz.hu-n. A folyamatosan enyhülő időjárásnak köszönhetően egyre többen kelnek útra kerékpárral vagy motorral, Szentendre térségében és a városban is. Ezért fontos, hogy fokozottan figyeljenek egymásra a közlekedésben résztvevők. Döntetlent játszott hazai pályán a szentendrei NKE, akik a női kézilabda NB1B nyugati csoportjában mérik össze tudásukat ellenfeleikkel. A szentendrei lányok a Gárdony Pázmand NKS-e csapatát fogadták, akik ellen a meccs végeredménye 27-27 lett.
hazai közönség előtt lépett először pályára a Szentendrei NKE csapata a téli szünet után február 12-én a Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnokában, ahol a szentendrei lányok a Gárdony Pázmán NKS-ét fogadták. Küzdelmes, kemény mérkőzés várt a hazai csapatra, akik az edző mérkőzéseken jól szerepeltek, de az igazi küzdelmek a bajnokságban várják őket, ahol a tavaszi szezonban az 5 mérkőzésből legalább 3-at nyerniük kell. Remélem, hogy a tavasz azért jobb lesz, mint az ősz volt, mert ugye ősszel mi hibáztunk 2 pontot, ők meghibáztak 4 pontot, amit nem kellett volna, hoztak egy 2 pluszt, tehát most azért -4-ben vagyunk, itt most tavasszal egy 14-16 pontot szeretnénk, és ez ugye itt már az első mérkőzéssel megkezdődik, csak hát ugye az első mérkőzés előtt ugye szokták mondani, lehet eső, sár, hó, tehát még itt még semmit nem tudunk, a felkészülési meccseken jól játszottak. 1-2 sérülésünk van, de mindenki játékra kész, ezért mondtam, hogy majd most meglátjuk, mert itt azért hosszú heteket hagytak ki betegség miatt, emetek keményen dolgoztak, ezért mondom, a felkészülési mérkőzések vége nagyon jól sikerült, szokatlanul jól, úgyhogy majd most meglátjuk, tehát emetek bizakodásra van ott. Ősszel ott a nyitó mérkőzésen 4-en kikaptunk, van lövőjük, van irányítójuk, van balkezesük, van kapusuk, tehát igazából jól összerakták őket, mert MB2-ből jöttek föl, ugye ideig Német Helga csinálta őket, most ugye Páncél Barnabással, most ugye Páncél visszavette, ő az egy régi nagy név ebben a szakmában, valószínűleg jól vannak összerakva, jó csapat, jó játékosokkal, nekünk itthon nyerni kéne. Tehát. Ez a tipikus 4 pontos meccs. Munkával teli időszaknak ígérkezik a tavaszi szezon, ahol a szentendrei lányoknak bizonyítaniuk kell, hogy a tabellán kitűzött helyüket ne csak elérjék, de meg is tudják tartani. Itthon játszunk most, jövő héten Vasas, ugye az az, ami elmeten is tervezve, aztán jön a Nagyatát, Szekszárt, megyünk Marcaliba, ez a kötelező 5-ből 4 itt az elején, 3 minimum kell, mi 4-et szeretnénk, és utána majd fog ide jönni a Neka, a Győr, a Mohács, tehát elméletileg itthoni pályán normális esetben erősek vagyunk, és 2-3 kötelező meccsünk van idegenben, a Marc, vagy a Csurgó haladás. Tehát azért mondtam, hogy igazából az idén 2 olyan meccs van, ahol úgy megyünk neki a Vasas és a Szombathely, hogy eleve nem áll nekünk a zászló, és még Dunaújvárosban lesz nehéz. A többi mérkőzés szerintem olyan, hogy a lányok épp normálisak, jó napot fognak ki, és mi se hibázzuk el, akkor nyerünk. Igazából 9-en belül kell kerülni, mi 1-6-ot szerettünk volna, mert elméletileg szűkítik az NB1B létszámát 12-re, és jövőre a 2 NB1B-ből lesz 1. Tehát jövőre már ugye az 1-6-ba kell végezni, ebbe az irányba megyünk. Kicsit adunk föl most a strandkézi labdázásból, mert ugye ez a része fontos, hogy azért NB1B-sek maradjunk. Azért a mi felnőttünkben nagyon sok utánpótláskorú van, tehát azért több, mint a fele. Tehát ugye mi nagyon hamar hozzunk föl az utánpótlásunkat. Most azért új generációk nevelése folyik Atus keze alatt, meg a lányok keze alatt. Ahhoz még kell pár év, de dolgozunk rajta. A Gárdony Pázmánt NKS-e ellen vívott 27-27 után február 18-án a Vasas SC ellen kell majd bizonyítania a hazai csapatnak, amikor idegenben kemény mérkőzésre készülhetnek a lányok. Városunkban legközelebb február 26-án lépnek pályára a szentendrei lányok, addig is szóljon nekik minél hangosabban a hajrá Szentendre! A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan 7 embere című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, és élőben követhetik adásunkat, amit az Itt-Ott TV alkalmazáson is elérnek, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!